Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendezvényünkön. A Naima János Számítógép Tudományi Társaság Informatika Történeti Fóruma és az Óbudai Egyetem a Naiman 120 esemény sorozat keretében nagy számítástechnikai műhelyek sorozat következő rendezvényét tartja ma, amelynek címe a Hazai Egészségügyi Informatika Története. Egy áttekintést fogunk kapni arról, hogy az elmúlt évtizedek fejlődése hogy nézett ki Magyarországon, hogy jutottunk el a mai informatikai szintre. Szóba kerül az ESTIC, az EEST, illetve a SOTE, a Szegedi és a Szekszárdi műhely munkája, illetve az OMFB szerepe a hazai számítástechnikai fejlesztésekben, illetve annak az informatikai vetülete. Illetve lesz egy kerekasztal beszélgetés is, ahol a felsőoktatás, az oktatás, felsőoktatás kérdései kerülnek elő. Amint már említettem, a mai rendezvény is egy rendezvény sorozatnak a tagja. Ennek a keretében bemutatjuk azokat a műhelyeket, azokat a kollégákat, azokat a termékeket, cégeket, amelyek az elmúlt évtizedekben a magyar informatika fejlesztésében jelentős szerepet vállaltak. Ennek a rendezvény sorozatnak már sok eleme valósult meg. Szó esett, illetve bemutattunk cégeket, akik a fejlesztéseket végezték, például az SKI, KFKI, Videoton, EMG, BRG, MOM és még egy jó pár, illetve a cégekről, akik úttörők voltak abban, hogy alkalmazzák az informatikát, például a 90 éves Magyar Rádió, vagy a 60 éves Magyar Televízió, vagy a Malév. Nagyon sok céget mutattunk be ebből a vonatkozásban, illetve különböző fejlesztéseket, termékeket. Például emlékezetes volt az ESR bemutatása, illetve az EMG 830, a személyi számítógépeknek a bemutatása. Az ITF-nek a célja az, hogy feltárja, rendszerezze, felkutassa azokat a tényeket, összefüggéseket, amelyek a magyar informatika fejlődését, történelmét jellemzik. És természetesen utána ezt mutassa be, őrizze meg, és mutassa be. Ha meglátogatják a honlapunkat, a portálunkat, ami az itf.nyst.hu oldalon található, nagyon sok információt, dokumentumot, fényképet, videót fognak találni. Videókat például azokról az eseményekről, amelyeket eddig megrendeztünk, minden egyes előadás felvételre kell, ahogy a mai előadás is. Ez később felidézhető, megnézhető. Portrékat, videóportrékat találnak több mint 50 olyan kollégáról, aki jelentős szerepet játszott az informatika fejlődésében Magyarországon. 2022 óta egy új kezdeményezésünk is van, miszerint tematikusan feldolgozunk témákat és bemutatjuk távlatok formájában. Ilyen távlat például, amely ma megtalálható a portálunkon, képeskönyv az 50 éves NYST-ről, vagy élet a számítóközpontokban, vagy ami manapság a ChatGPT miatt nagyon népszerű és felkapott lett, mesterséges intelligencia múltja Magyarországon. És ehhez az eseményhez is kapcsolódik egy ilyen távlat, amit érdemes megnézni, arcképek a magyar egészségügyi informatika történetéből. Ezek azok a tevékenységek, amelyekkel igyekszünk megőrizni azokat a kincseket, amelyeket számunkra a magyar informatika fejlődése tartogat. Nagyon sok elhivatott kollega dolgozik szabad idejében, és lelkesen gyűjti, rendszerezi, dolgozza fel ezeket az információkat, illetve kerülnek aztán ezek föl a különböző adatbázisokba a honlapunkon, illetve a portálunkon. Várunk olyan kollégákat, olyan tagtársakat, akik ebben a munkában szívesen részt vennének, akik ebbe bekapcsolódnának azért, hogy egyre intenzívebben és egyre jobban meg tudjuk őrizni, gyarapítani tudjuk az állományunkat. Aki kedvet érez, hogy csatlakozzon hozzánk, akár engem, akár a kollégákat, Garami Pétert, Megyeri Károlyt, Dömölki Bálintot, keresse, vagy a honlapon lévő kapcsolaton keresztül is eléri minket. Engedjék meg, hogy amint említettem, ugye ez a rendezvény is a Naiman 120 emlékév keretében kerül megrendezésre,
És engedjék meg, hogy felkérjem Szalai Imrét, az NYSZT ügyvezető igazgatóját, hogy a Neumann 120 esemény sorozatról adjon nekünk egy rövid összefoglalót.